A Tisza püspökinél kijelölt Szaba strand az egyik legbiztonságosabbnak számító fürdőzőhely a Tisza vármegyei szakaszán. Mégis történt itt egy tragédia, amely nem közvetlenül a fürdőhelyen történt, mégis tovább rontotta a minden nyáron megdöbbentő statisztikát, a vízbefúlásos halál esetekét. Állítólag 85 éves ember volt, többen voltak ilyen nagy hajókkal, és akkor ide-oda úszkáltak, átmentek a túlpartra, hát ennyit hallottam. A fürdőhely nem csak a helyiek körében népszerű, sokan a környező településekről járnak át, hogy különösen a kánikula idején megmártózzanak a Tiszában. A kijelölt fürdőzőhelyen rendkívül ritkák az ehhez hasonló, tragédiával végződő esetek. A bójáig itt abszolút nem veszélyes, ott ahol a bója van, de ugye folyóvízről van szó, és nem kiszámítható, tehát itt azért lehetnek gödrök, könnyen történhet baj, főleg ha valaki nem jól tud úszni, meg hirtelen belemegy a hideg vízbe és nem bírja. A rendőrség közigazgatási eljárás keretei között vizsgálja a tiszai tragédia körülményeit.